Ez a terület a Csörgetó környéke újulhat meg egy most elkészített terv szerint, amit a szekszárdi önkormányzatnál készítettek el. A jelenleg horgászok, strandolók által használt vízparton nem csak egy úgynevezett ekopark létesülne horgászcentrummal, kutyástranddal, hanem kamionmosót, a régi palánki pszichiátriai épület helyén pedig egy wakeboardpályát alakítanának ki. A beruházásoknál kulcsszerep jutna annak a tisztított víznek, amit most még a Dunába ereszt a Tolnai megye székhely. Igazából ez éves szinten közel 2,5 millió köbméter vizet jelent, és úgy gondoljuk, hogy ha ez a vízmennyiség itt helyben marad, különböző hasznosítási célokkal, párolgással, öntözéssel, egyéb célokkal, akkor ahogy mondta a polgármester úr is, a település klímájában nagyon sokat javítana. Ez nem szennyvíz, ez egy tisztított víz, a szürke víz, és ha jól megnézzük a paramétereit, akkor tisztább, mint a Sédnek a vize. Tehát mi a terveket elkészítettük, illetve elkészítettük külsős szakértőkkel is. A horgásztóra teljesen alkalmas, de természetesen egy horgásztó rendszer előtt lenne egy gyökérzónás szűrőrendszer is még pluszba, úgyhogy úgy gondoljuk, öntözésre is alkalmas. Ennek, ha nézzük, akkor 2,5 millió köbméter víz elfolyik a Dunába, elhagy bennünket, amit igazából mi itt termeltünk ki, mert ugye a víztermelő kutyainkkal itt vettük ki a rétegből. És a klímaváltozás következtében ugye egyre többet halljuk azt, hogy melegszik a klíma, és azért 2,5 millió köbméter, vagy ha csak ennek háromnegyed része itt párolog el a településen, vagy a település határába, az biztos, hogy nagyon sokat jelentene. Mintegy 150 hektárnyi mezőgazdasági földterületet, vagy a városi parkokat lehetne megöntözni ezzel a vízzel. Ráadásul a település klímája is javulna a párolgásával, véli a szakember. A 70-es években épült szennyvíztisztító telep helyén egy vadonatúj víztisztító üzem épülne, ami garantálná a szennyvíz korszerű felhasználását, továbbá azt, hogy ne terjengjen kellemetlen szag a városban, mondja Ács Rezső szekszárd polgármestere. Az M6-os autópálya túloldalán kerül elhelyezésre, teljesen messze a várostól, tehát a szaghatáson már nem kellene számolni. A Csörgető rehabilitációját is magába foglalná, de ennél sokkal több lenne, hiszen több összefüggő tónak az összekapcsolását jelenteni, és itt a horgászturizmustól egészen az aktív turizmusig, például a wakeboardpálya kialakításáig szeretnénk megvalósítani bizonyos projektelemeket, és ennek köszönhetően újabb turisztikai attrakciókat szeretnénk a szekszárdiaknak és a szekszárd környékieknek a következő időszakban kedvezni. A város önkormányzata a 8 milliárd forintba kerülő fejlesztés sorozathoz több pályázat segítségével szerezne pénzt. A tervek szerint 2021-ben kezdődhetnek el a munkák. A most bejelentett beruházások egyébként kapcsolódnak az önkormányzat néhány héttel ezelőtt elindított a szekszárdi csapvizet népszerűsítő kampányához, aminek részeként a helyiek kancsót vagy kulacsot kaphatnak ingyen, ha vállalják, hogy palackozott víz helyett csapvizet isznak. Nem csak a csapvízről szól, hanem általában a környezetvédelemről. Mi azt szeretnénk, hogyha ennek az akciónak köszönhetően csökkenne az a 100 tonna évente keletkező műanyag hulladék mennyiség, ami ma petrolasz formájában jelentkezik a városban. Nagyon fontos, én azt gondolom, a klímaváltozás települések szempontjából is, és Szekszár ugye ezek közé települések közé tartozik, hogy ne csak beszéljünk a klímaváltozás ról és arról, hogy mit tudunk tenni ez ellen, és ne csak beszéljünk a környezetvédelemről és arról, hogy mit tudunk tenni annak érdekében, hogy a természeti környezetüket megóvjuk. Ennek a gondolatmenetnek keretében döntöttünk, hogy elindítjuk ezt az akciót, és akkor jeleztük, hogy ez nem egy egyszeri akció lesz, hanem folytatni szeretnénk ezt a fajta gondolkodásmódot. Szekszárdon egyébként csak műanyagból 102 tonna hulladék keletkezik évente, a palackok visszaszorításával azonban akár 10 tonnával is kevesebb szemét termelődhet.